örvendezzünk érte, a hitatos lelkek, Istenünk oltarának, nyissuk ki a nekünk, vidám dalra keljünk, mi Urunk, mire Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Az Úr legyen veletek. Kedves testvéreim, advent második hetének péntekjén reggeli órában jöttünk el, hogy találkozzunk az Úristennel, hogy részesüljünk a legszentebb áldozat gyümölcseiben, hogy önmagunkban, a lelkünkben készítsük Krisztus útját, hogy valóban befogadjuk az ő érkezését életünkbe. Szóval ma reggeli szentmisét fölajánljuk beteg Csabáért, az ő gyógyulásáért. Hogy tiszta lélekkel tudjunk az Úristen színe elé állni, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Kyrie. Szentek fényessége, mennek ékessége, Uram, irgalmazz mi nekünk. Kriszte, eleison, Istennek szent fia, Mária magzatja, Krisztus, kegyelmezz mi nekünk. Kyrie eleison, jöjjön már, látogass minket, tisztíts meg bűntől lelkünket, Uram, irgalmazz mi nekünk. Könyörögjünk. Mindenható Istenünk, add meg nekünk a te népednek, hogy virrasztó lélekkel várjuk egyszülött fiad eljövetelét. Kitartsunk kegyelmedben, és ahogyan ő tanította, az élő hit lámpásával siessünk eléje. Aki veled él és uralkodik a Szent Lélek egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Ézsaiás próféta könyvéből. Ezt mondja az Úr, a te megváltód, Izrael szentje. Én az Úr, a te Istened arra tanítalak, ami javadra válik, és arra az útra vezetlek, amelyen járnod kell. Ha megtartottad volna parancsaimat, békéd olyan lenne, mint a folyam, igazságod, mint a tenger hullámai, nemzetséged annyi volna, mint a föveny, és ivadékod, mint a homokszem. Neved sohasem tűnne el, és nem halványodnék el szemem előtt. Ez az Isten igéje. Válaszol Zsoltár, aki téged követ, Uram, azé lesz az élet világossága.
aki téged követ, Uram, azé lesz az élet világossága. Aki téged követ, Uram, azé lesz az élet világossága. Boldog ember, aki nem követi el a gonoszok tanácsát, nem lép a bűnösök útjára, a gúnyolódók körében nem foglal helyet, hanem az Úr törvényében leli örömét, az ő parancsairól emlékedik éjjel és nappal. Aki téged követ, Uram, azé lesz az élet világossága. Olyan, mint a fa, melyet folyóvíz mellé ültettek, mely idejében gyümölcsöt érlel, nem fonnyad el a lombja, siker koronázza minden tettét. Aki téged követ, Uram, azé lesz az élet világossága. Nem így járnak a gonoszok, nem így, hanem mint a pejva, melyet szétszór a szél. Mert az Úr őrzi az igazak útját, a gonoszok útja pusztulás. Aki téged követ, Uram, azé lesz az élet világossága. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Eljön a mi Urunk, siessünk elébe, Uram, meghozza az áldott békét. Alleluja, alleluja, alleluja. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Egy alkalommal így szólt Jézus a néphez. Kihez hasonlítsam ezt a nemzedéket? Hasonlít a piacon tanyázó gyermekekhez, akik oda kiáltják pajtásaiknak. Furujáztunk, de nem táncoltatok. Siránkoztunk, de nem zokogtatok. Eljött János. Nem eszik és nem iszik, azt mondják rá, ördöge van. Eljött az emberfia. Eszik, iszik, és azt mondják rá, lám, a falánk borissza ember, a vámosok és a bűnösök barátja. Az Isten bölcsességét azonban művei igazolták. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, kedves testvéreim, aki téged követ, Uram, azé lesz az élet világossága, énekeltük a válaszos Zsoltárban. Ezt az igazságot Jézus önmagáról jelenti ki János evangélium 8. fejezetében. Megígéri ugyanis, hogy a benne hívőknek, az őt követőknek oda ajándékozza az életet, oda ajándékozza a világosságot, ami eligazít bennünket, amely ő hozzá vezet minket, amely teljessé teszi az életünket. Jézus azt adja nekünk, amire leginkább szükségünk van. Azt adja nekünk, amely a javunkra válik, hiszen ő tudja a legjobban, hogy mi válik az ember javára. Ahogyan az olvasmányban Izajás prófétától hallottuk. Én az Úr, a te Istened, arra tanítalak, ami javadra válik,
és arra az útra vezetlek, amelyen járnod kell. Tulajdonképpen azt mondhatjuk, testvéreim, hogy az üdvösség történet nem más, mint az Istennek a munkálkodása, hogy ezt az ígéretét teljesítse, hogy valóban bennünket az igazság útjára vezessen, hogy megadja nekünk azt, ami javunkra válik, amely által kiteljesedhet az életünk, olyanná lehetünk, amilyennek az Isten megálmodott. Ugyanakkor az ember értetlensége, az ember bűnre való hajlandósága az, amely ezt akadályozza. Ő végső soron azon munkálkodik, hogy végre megértsük, hogy amit ő akar, az a javunkra válik. Az ember viszont a bűnével újból és újból visszautasítja az Istent, a saját feje után akar menni, mintha nem is akarná meghallani az Istennek a hangját. Jézus ezért korholja kortársait a mai evangéliumban, amit Szent Máté könyvéből hallottunk. Kihez hasonlítsam ezt a nemzedéket? Kérdezi. Szemükre veti, hogy sem keresztelő Szent Jánosra, sem ő magára, a Messiásra nem hallgattak, nem figyeltek rá. Valami indokot kitaláltak, hogy elutasítsák, hogy ördöge van, vagy hogy Falánk és Borissa ember. Testvéreim, ez a jézusi kijelentés ugyanakkor nem csak az akkori emberekre vonatkozik, hanem minden korok nemzedékére. Nekünk magunknak is van min elgondolkodnunk. Kihez hasonlítsuk a mi nemzedékünket? Vajon mi meghalljuk-e az Úr szavát? Ez a nehéz helyzet, amelybe a koronavírus járvány taszította az emberiséget, benne a nemzeteket és az egyéneket, ez nagy-nagy kihívás elé állítja az emberiséget. A tragédiák közepette még inkább megmutatkozik, testvéreim, keresztény hitünknek a fontossága, hogy tudjuk-e, hogy hová tart az életünk. Hiszen a célnak a szem előtt tartása megtart bennünket az úton, bármilyen nehéz legyen ez az út, bármilyen sok probléma legyen az utunkban. Testvéreim, Jézus mindig, minden időben, minden nemzedéket felszólít arra, hogy kövesse őt, hogy ismerje fel végre, hogy ő a Messiás, ismerje fel, hogy az ő szavait, az ő tanítását kell követnünk. Itt az idő, testvéreim, hogy megmutassuk elkötelezettségünket ebben a világban. Megmutassuk, hogy mi reményünknek az alapja, hogy ez nem valami hamis biztonságtudat, amely a keresztényeket vezérli, amit az ember teremtett meg magának, a technika és a tudomány vívmányai, vagy a különféle politikai és társadalmi rendszerek által. Nem. Egyedül csak Krisztus. Egyedül ő, ami reményünknek az alapja. És itt az idő, hogy elgondolkodjunk azon, hogy vajon mindent megteszünk-e, hogy ezt az üzenetet, amit mi már fölismertünk, hiszen ezért vagyunk itt, ezért ünnepeljük az eukarisztiát, ezért járulunk a szentségekhez, mert már ezt fölismertük. De vajon megteszünk-e mindent, hogy ezt tovább adjuk? Megteszünk-e mindent az evangélium terjedéséért? Jézus szemrehányásai nekünk is szólnak. Furuljáztunk, de nem táncoltatok. Siránkoztunk, de nem zokogtatok. Testvéreim, az Úr föl akar rázni bennünket közömbösségünkből, félelmünkből, bizonytalanságunkból. Az adventi idő fölkínálja ezt a lehetőséget. És itt az idő, testvéreim, hogy megragadjuk az Isten által fölkínált lehetőséget, amely mindig itt és most szólít meg bennünket, nem tegnap és tegnap előtt, és nem holnap és holnap után, hanem mindig ma. Ma akar megszólítani, és ma várja a mi válaszunkat, hogy halljuk meg az evangélium szavát, és akarjunk e szerint élni, akarjuk ezt továbbadni, akarjuk segíteni az irgalmasság cselekedeteivel embertársainkat. Itt az idő, testvéreim, hogy meghalván az Úr szavát, valóban és teljes szívvel kövessük őt, hiszen ahogy hallottuk az Úr Jézustól, az Isten bölcsességét művei igazolták. Amen.
Testvéreim, az ószövetségi választott nép vágyakozó reménységével készüljünk Jézus születésére, és kérjük bizalommal mennyei atyánkat. Töltsd el, Urunk, lelkünket hálával és imádással fiad megtestesülésének titka iránt. Erősítsd bennünk a reménységet, hogy mindig elnyerjük szent ígéreteit teljesedését. Add, Urunk, hogy alázatosan fogadjuk isteni gondviselésed rendeléseit. Add, Urunk, hogy hívő lélekkel várjuk szent fiad második eljövetelét is. S végül add meg, hogy az utolsó ítélet napján szent fiad jobbján állhassunk. Istenünk, örök pásztorunk, aki ajándékait sokszínűségével és gazdagságával építed, és szereteted erejével kormányzod egyházadat, add az apostolok bölcsességét és szeretetét László kinevezett püspökünknek, akit a Pécsi Egyházmegye közösségének vezetésére hívtál, hogy közöttünk jó pásztorként az élő Krisztus képmásaként lássa el szolgálatát. Istenünk, te azt akarod, hogy híveid szívvel, lélekkel törekedjenek az üdvösségre. Add, hogy mindig ragaszkodjunk hozzád, és elnyerjük az örök életet Krisztus, ami Urunk által. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretének, dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszent egyházja. Kérünk, Istenünk, engesztelje neki alázatos imádságaink és felajánlott adományaink, és habár érdemeink elégtelenek, megbocsátó jóságoddal, siess segítségünkre, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te. Emeljük föl szívünket. Fölemeljük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, ami Urunk által. Ő első eljövetelekor magát megalázva testet öltött. Teljesítette a kezdettől fogva neki rendelt küldetést, és megnyitotta számunkra az örök üdvösség útját, hogy amikor dicsőséges fényben újra eljön, látható valóságban nyerjük el, amit most ígéretében bízva várunk. Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónot körül álló hatalmas égi szellemek és minden seregek a mennyben dicsőséget himnuszát zengjük, és velük együtt vég nélkül énekeljük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy mindenség Ura Istenem, dicsőséget betölti a mennyet és a földet. Hozsanna a magasságban, áldott, aki jön az Úr nevében. Hozsanna,
Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt, vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott. Odaadta tanítványainak, és így szólt, vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé, ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, és hittel feltámadásra, ami jelentősz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházat sorsát az egész világon. Te tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, György püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Isten úgy szeretett minket, hogy üdvözítőt küldött nekünk, aki testvérünk élet, ezért merünk így imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
veszed a fideg bűneit, irgalmaz nékünk. Isten baránya, te veszed a fideg bűneit, irgalmaz nékünk. Isten baránya, te veszed a fideg bűneit, adj nekünk végét. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én.
Könyörögjünk. Lelki jeledellel tápláltál minket, Istenünk. Könyörögve kérünk, e szentségben való részesedés által taníts meg minket arra, hogy a földi dolgokról okosan gondolkodjunk, és az égiekhez ragaszkodjunk Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Menjetek békességben, és szolgáljátok Istent szeretetben. Isten legyen. Ébredj, ember, mi álmodban, megszabadulsz rabságodból, közvetít már üdvösséged, ne töltik már minden vétked. Elküldi az Úr angyalát, hogy köszöntse Szűz Máriát, élek tiszta Szűz méhében, arra szállt az örök égben.